Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, vagy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint. Én lefényképeztem ezt a kivetést, és itt az irodában ülök, és így ülve magyarázom el, hogy mit jelentenek a kártyák, hiszen bizonyára tudjátok, hogy beteg voltam, és még gyengének érzem magam, így számomra könnyebb, ha ülve dolgozom. Látható a képen, ez a cicás táró tegnap érkezett meg a nyomdából. Ezt a férjem készítette, az ő ötlete, meg ő csinálta a képeket, tehát ez a saját kártyám, de nem én készítettem, hanem a férjem készítette. Leírhatjátok a kommentárba azt, hogy tetszenek-e a képek. Ez a felvétel március 27-én jelenik meg. Az indiai asztrológiában vannak a holdházak, az jelenti a holdnak a napi mozgását. Ezen a napon a hold a Svati holdházban van, és lefordítva ez azt jelenti, egyrészt a mi énünk, a mi fellépésünk, másrészt pedig a lelki dolgok. Itt ezen a napon fontos az, hogy meglegyen a magabiztos fellépés, de ügyeljünk a lelki világunkra, az érzelmeinkre is. Az indiai asztrológia szerint, és ez egy nagyon precíz számítás, Merkur bolygó a kos jegyében van, tehát indul egy új fázis, egy új időszak, amikor lesz mozgás, lesznek események, kapcsolatok, szerződések, beszélgetések. Ezen a napon Vénusz bolygó egy szép kapcsolatban van Uránusz bolygóval. Vénusz bolygó jelenti a szerelmi témákat, és Uránusz bolygó a változásokat, vagy a meglepetéseket. Ez egy jó kapcsolat, lesz egy új fordulat, vagy lesz egy meglepetés, lesznek változások. Vénusz bolygó jelenthet bennünket, hölgyeket is, hogy nálunk változik valami, vagy a hozzáállásunk, vagy a külsőnk, vagy lesznek változások a környezetünkben. Felhívnám a figyelmeteket arra, hogy Merkur bolygó közeledik egy kapcsolathoz Neptun bolygóval. Ez a kapcsolat tulajdonképpen jó, de mégis Neptun bolygónál vigyázni kell, hiszen ez olyan, mint egy fátyol, minden olyan átláthatatlan. És itt közeledik valaki hozzánk, vagy lesz egy hír, ami átláthatatlan. Vagy lehet, hogy valaki nem magyaráz el bizonyos dolgokat. Ezek lehetnek beszélgetések, vagy szerződések is. Lehet, hogy ez a kapcsolat majd a politikai eseményekre hat ki. Ez még nem, nincs meg még ez a kapcsolat, viszont a következő napokban majd kialakul. Tehát ezen a héten azért óvatosnak kell kicsit lenni. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata felül látható, és ott vannak a botok, meg a tízes szám. A tízes szám tulajdonképpen jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus indul, tehát ő tervez valamit, de itt még vannak kezdetben akadályok és nehézségek. De ő ezt megoldja, hiszen a másik kártyán látható ő, mint egy király, és uralkodik a kardok felett,
ami jelenti a levegő elemét. Persze ezt a kardot ő használni fogja, mégpedig elvágja vele a kezdeti nehézségeket, és komoly döntéseket fog hozni, tisztázni akar valamit, és megvan a magabiztos fellépése. Bal oldalon látható az ő érzelme, itt látható az igazság vagy az igazságtalanságok. Ez lehet egy bírósági ügy. Vagy harcol az igazságáért. Az is lehet, hogy igazságtalanságok történnek vele, és ezt akarja megoldani. Mindez kihat az érzelmeire, hiszen alul a kelyhek láthatóak. Ez lehet, hogy ez az igazságtalanság megviseli őt, és dühös valakire. A hármas szám alul a kelyheknél az lehet egy megoldás, vagy egy kiút a helyzetből, de lehet egy harmadik személy is, aki igazságtalanul bánik vele. Jobb oldalon látható az, hogy mit fog tenni. Ott van a szerelmes pár, tehát ő szeret téged, tiszta érzelmekkel közeledik hozzád, de nem tudja, hogy hogyan mutassa ki az érzelmeit, hiszen alul látható, hogy itt van bizonytalanság, nem tudja, hogy mi lesz. Lépéseket tesz irányodba, megvan még a talaj a lába alatt, vagy lezuhan a mélybe, ő még kicsit bizonytalan, holott tudja azt, hogy szeret téged, ami fontos lenne, a levegő eleme, a könnyűség, a kommunikáció. Ami összefűz benneteket, azt mutatja a magyar kártya, amit szintén a férjem készített, a rovásírás kártya. Itt látható egy betű, az R betű. Most elgondolkozhatunk azon, hogy mit jelent ez a betű, és ezt leírhatod a kommentárban. Például egy név, Robert, vagy Roland, vagy Rosália. Lehet egy helység is, ez most nem jut eszembe, viszont a Rába folyó az igen, tehát az is lehet, hogy ennek van egy jelentősége. Vagy lehet egy fogalom is, mint például rizs. Más nem jutott eszembe, de ha neked vannak ötleteid, nyugodtan leírhatod a kommentárba. Középen van a régi írásmód, a rovás írás. Ott bal oldalon, jobb oldalon, a botok, mondhatnám így, és téged meg őt szimbolizál. Van egy kapcsolat köztetek, tehát a kapcsolat megmarad. Lehet, hogy vannak itt témák a múltból, de az is lehet, hogy nem volt olyan könnyű bizonyos dolgokat rendezni, de jobb oldalon látható, hogy a bot úgy felfele mutat, tehát lesz itt egy megoldás, lesz egy kiút. A német nyelvű területeken is vannak ilyen régi írásmódok, a rúnák, és alul, bal oldalon mutatom ezt a rúnát, ugyanúgy néz ki, mint a rovás írás, és ez a rúna a jeget jelenti, a jégesőt, vihart, jégesőt. Tehát benne vagyunk most egy helyzetben, ami nem könnyű, nem könnyű ezt megoldani. Sőt, a képen látható, hogy a farkas üldözi a fehér lovat. De szerencsére a fehér ló elugrik, tehát nem történik tulajdonképpen semmi, de mégis vannak támadások kívülről, külső hatás. Erre is utalhat a hármas kehely, a hármas szám külső befolyások. A napi energiai kártya jobb oldalon alul látható a nap, kisüt a nap,
megvilágít valami, tisztázódnak bizonyos dolgok, megvan a kisugárzásod, megvan a vonzalom kettőtök között, itt lesz vidámság, mások észrevesznek téged, sőt, ő is látni akar téged, hiszen a nap téged is megvilágít. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!